Köszöntöm a kedves nézőket, Szilágyi Eszter vagyok. A tegnapi nap folyamán bár napi melegrekord nem született, a nyugati országrész lakóinak kifejezetten enyhe időben lehetett részük. Itt többfelé, főként Nagykanizsa és Letenye térségében a legmelegebb percekben 22 fokot is elérte a hőmérséklet. Mindez pedig annak köszönhetjük, hogy nyugat felől tegnap már egy hidegfront megközelítette a Kárpát-medencét, de ennek előterében délies áramlással még meleg levegő érkezett a térségünkbe. Ez az enyhesség azonban csak egy nap erejéig tartott, a hidegfront ma már időjárásunkat meghatározza. Hatására északnyugatira forduló széllel a nyugati országrészt már pár fokkal hűvösebb levegő árasztja el. A front azonban nem robog át gyorsan, felettünk behullámzik, emiatt ma elsősorban a Kárpát-medence nyugati tájain számíthatunk esőre. Itt is a nap első felében az északnyugati tájegységek lesznek érintettek, majd a csapadékzóna egyre inkább a nap folyamán terjeszkedik keleti-délkeleti irányba, de az öntözésből a keleti-délkeleti tájak ma estig legalábbis kimaradnak, és itt akár hosszabb, rövidebb időre még a nap is előbukkanhat, de túl sok napsütésre ma sehol sem kell készülnünk. A hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, és ahogy említettem, a front hatására szeles lesz az idő, főként az Alpokalja térségében egy-egy erősebb széllökés is kialakulhat. A soron következő éjszaka pedig a csapadékzóna egyre inkább terjeszkedik keleti irányba, így esős éjszakára van kilátás, viszont a felhőborítottság révén enyhe lesz a hajnal, holnap 5 és 12 fok közötti minimumértékekre van kilátás. Holnap napközben még többfelé készülhetünk csapadékra, a nap második felében azonban inkább már csak a déli és a keleti megyékben élőknek lesz szükségük az esernyőre, majd péntektől kezdődően szárazabb idő köszönt ránk, legfeljebb kisebb köcitálás fordulhat elő, ugyanis ködös napok elé nézünk, egy anticiklon veszi át hazánk időjárásának alakítását, melyhez ugyebár leszálló légáramlatok társulnak, így naposabb arcát mutatja az időjárás, de ezzel egyidejűleg ködös napok elé is nézünk. Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok, viszontlátásra!